Örülök, hogy ennyien érdeklődnek rá, mint János iránt. Ahogy János mondta, közel vagyunk október 6-ához, és amikor beszéltünk erről a mai előadásról, vagy eszmecseréről, egy hosszú monológról, akkor azt mondtam, hogy persze talán nincs lesz a központi figura, róla szeretnék beszélni a legtöbbet, de egy picit az arabi vétanokról is azt gondolom, nem árt, hogyha pár dolgot elmondunk, már csak azért sem, mert ennek az illusztris társaságnak az egyik meghatározó alakja volt Damjanich János, akivel azt hiszem, hogy valamennyien életünk egy nagyon korai szakaszában már találkoztunk. Vannak itt velem egy idős urak, valamivel fiatalabb hölgyek nálam, de talán még ugyanabból az elemi iskolás olvasókönyvből kezdtünk ott megtanulni olvasni valamikor a 60-as évek vége felé, vagy 60-as évek közepén. Emlékeim szerint a második osztályos elemi olvasókönyvben, de lehet, hogy a harmadik osztályosban volt egy Móra Ferenc novella. Aztán az volt a címe, hogy a Furúja. Lehet, hogy valaki emlékszik még erre. Ugye arról szólt ez a Móra Ferenc által nagyon szépen kiszínezett történet, hogy a tápjúbicskei, vagy isaszegi csatában Damjanich a vörös sikkásai élén bőszen lovagol. Ez már csúsztatás, mert a vörös sikkások azok gyalogos honvédek is, nem lovasok, tehát nehezen lehet vörös sikkások élén lovagolni lehet, de utána gyalogosan mennek és nem lóval. És a csatatér előtt nem sokkal árok parton megpillantanak egy vakkoldust, egy vakembert, megállnak mellette, beszélgetnek egy keveset, és a koldus nagyon sajnálja azt, hogy ő sajnos nem tud semmivel hozzájárulni az ő sikeréhez. Nem tud semmit fölajánlani a hazaoltárára, mert ő vak is, koldus is, semmije sincs. És mielőtt elválnak, kihúzza Lajbi zsebéből a furujáját, egy ilyen csont furuját, odaadja Damjanichnak, hogy ez az egyetlen értéke. Becsülje ezt meg, ő ezt ajánlja föl. Ezzel járul hozzá az ügy sikeréhez. A Damjanich beteszi az uponya a belső zsebébe, a szíve fölé, és az első horvát puska golyó ezen a csont furuján törik meg, ez menti meg Damjanich életét. Azt hiszem ez, aki velem egy idős és ugyanezt a tankönyvet használta akkor, bár más nem igen lehetett, mert nem volt tankönyv választás abban a korban, valamennyien ismerik ezt a Móra Ferenc novellát. Ezért mondtam azt, hogy szerintem Damjanichról, vagy Damjanichsal nagyon sokan életünknek nagyon korai szakaszán már találkoztunk egyszer. A szabadsághoznak azt hiszem, hogy ő a leglegendásabb honvéd tábornoka. És ott a leglegendásabb aradi vértanú, akiről a legtöbbet írtak, a legtöbb képzőművészeti alkotás született, a legtöbb festmény, szobor, nagyon sok városban tavaszi hadjárat, vagy a délvidéki események menetében van szobra, emlékműve, plakettje. Tehát tényleg azt hiszem, hogy egy alaposan reprezentált úriemberről van szó. Azért is érdekes azt gondolom ő, mert hogyha végignézzünk a 13 aradi vértanú név során, és ezt talán idomos lenne kiegészíteni legalább 16, de inkább 17 emberre, mert mindig 13 aradi vértanúról beszélünk, hiszen valóban október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. De már augusztus 22-én az elsőt kivégezték, egy Ornai Auffenberg Norbert nevű vadászezredest, aki Magyarországon 49-48 kora nyarától Kossuth megbízásából vadász ezredeket szervezett, és Pechére 49 augusztusában túl késén érkezett meg Aradra, amikor a város meg a várvárosztály kézen volt, azonnal elfogták, hajnal elé vezették, és egy nap alatt rögtönítélő bírósággal halálra ítélték. Ő az első aradi vértanú, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Aradon kivégzett honvéd tisztek aradi vértanúként említetnek. Aztán valóban október 6-án jön az illusztris sor, a négy fő belőtt is 9 felakasztott vértanú, de közel 2 héttel vagy 2,5 héttel később, október 25-én Kazinczy Lajos honvédezredest is itt végezték ki, akit csak azért nem a 13-ban együtt, mert az ő pere később kezdődött. Később tette le a fegyvert, nem akkor került osztály hadifogságba, tehát csak 3 héttel később sikerült őt felakasztani. És jó az egyetlen aradi vértanú, akinek a földi maradványairól semmit nem tudunk, mind a mai napig be nem kerültek elő.
És van egy 16. aradi vértanú is, 1850. február 19-én egy Ludwig Hauck nevű osztrák származású fiatalembert, aki újságíró volt, 1848. októberében, amikor kitört a harmadik bécsi forradalom, akkor hát igen kemény hangú cikkeket írt a dinasztia ellen, a Ferenc József ellen, meg a császár ellen. Amikor a forgalom elbukott Bécsben, Magyarországra menekült, itt beállt a honvédseregbe, végigharcolt a szabadságharcot. Alapvetően őt persze, mint honvéd százados, nem azért végezték ki, mert honvéd volt, hanem azért, mert 48. októberében ezeket a illuminált cikkeket megírta, de őt is maradon végezték ki, a magyar szabadságharcban való részvételéért is. Tehát ildomos, hogy őt is aradi vértanúként tartsuk számon, akkor ő a 16., hogyha szép sort próbálunk illeszteni. És azt gondolom, hogy még egy embert ide kellene mindenképpen ebben a sorba venni, ez pedig Lenke János honvéd tábornok, akit nem végeznek ki 1849. októberében. Ugye ő az a híres lenkei, aki 48. májusában huszáraival hazaszökött Galíciából, amiről a 80 huszár című film olyan szépen beszámol, szinte hiteles a filmnek a legeleje, hogy hogyan szöktek meg, miért szöktek meg, mi volt ennek a koreográfiája. És aztán, amikor hazajön Lenke a századával, a délvidéken a szerbek ellen kezdi a harcot, majd a tavaszi hadjáratban részt vesz, 49 nyaráig szolgál, akkor beteget jelent, betegsége miatt visszavonul, de őt is aradon fogják el, az ő pere is a 13 társával együtt zajlik, csak szó szerint tessék érteni, elborul az elméje a börtönben, és mint elmeháborodottat mégsem végzik ki, mert az még a császár Hajnaú morálja se bírná el, hogy egy fizikailag és idegileg szétesett ember roncsot végezzenek ki. 1849-50 fordulóján az aradi várbörtön lakója a lenkei tábornok, nagyon mostoha körülmények között a börtön cellában, ablakán nincsen üveg, befúj a hó, mesztelenet kőzik, és szó szerint szétveri a fejét a börtön rácson. Tehát nem öngyilkos, hanem egy elmeháratott állapot, a végül is annyi sebet szed össze, hogy belehal ezekbe, 50. február 19-én. És azt gondolom, hogy ezek után őt is indamos lenne az aradi vértanúk sorába illeszteni, és akkor már 17 embernél tartunk, talán több nem fog előkerülni, bár erre semmi garancia nincs, mert valamikor pár éve csináltuk ezt a vértanúk könyvét, ami ott ki van állítva 2010 környéken emlékeim szerint, akkor ismereteim szerint azt hiszem 139 kivégzett embernél tartottunk, most közel 150 van már. Sajnos a névsor bővül és bővül, előkerülnek mindig olyan emberek, akiket nyilván nem híres vagy nem neves politikusokról van szó, vagy katonatisztekről van szó, hanem egyszerű emberekről, akiket ugyanazért végeztek ki, mint a honvédtiszteket. Érdekes ez az aradi névsor azért is, mert hogyha végigtekintünk rajtuk, alig találunk magyar származású, echte magyar származású honvédtisztet. Ugye, ha csak elkezdjük sorolni a neveket, mondjuk Költemberg Ernő, lovag, egy bécsi gazdag polgárcsalád leszármazottja, aki fiatalon beállt az egyik magyar huszár ezredbe, mert ugye gazdag bécsi ifjak mindig valamilyen nívós katonai alakulaton akartak szolgálni, és a magyar huszárság az mindig egy elit alakulat volt. Költemberg az egyik huszár ezredbe, a Sándor huszár ezredbe került tisztként, 48 nyarán már huszárkapitány, tehát századosi rangban szolgál. Az a század, azon kevés századok egyike, Pöltenberg százada, amelyet 48. augusztus végén ő felsége haza enged Magyarországra. Nem kell szökniük, mint lenkéjéknek Galíciából. Ők Bécs alól hazatérhetnek, uralkodói engedéllyel. És akkor Pöltenberg bemegy személyesen Latour hadügyminiszterhez, és azt mondja, hogy ő nem akar Magyarországra jönni, ő osztrák, nem magyar, nem tudja, mi van Magyarországon, de azt látja, hogy valami nagy anarchia. A horvátok harcolnak a magyarokkal szemben, mind a kettő császári hadsereg, ő nem politizál, nem akar ebben részt venni, vezényeljük őt Észak-Itáliába, azt se bánja, ha alacsonyabb lesz a beosztása vagy a rangja, de ne kelljen ide jönnie. Latour válasza lakonikus és egyszerű, a katona a parancsot teljesíti.
Pöltenben tehát átjön a határon, Huszárszászdával együtt, amint ezt meglépi, a magyar alkotmányra fel kell esküdnie, és ezt követően ő tisztességesen, esküjéhez hűen végigharcolja a szabadságharcot, 6 test parancsnok lesz 49 tavaszától, és ő lesz az első, akit majd a hóhér az akasztófa alá szorít október 6-án a reggeli órákban. Az itt van Knézics Károly. Nevéből is lehet látni, hogy ő sem magyar származású. Ő egy délvidéki, vagy inkább horvátországi, horvát félig szerb, több a horvát beütés a Knézics családba. Horvát származású, szintén császár király hadseregben kezdi a pályáját. Ő 48 nyarán Magyarországon állomásozik az ezredével, zászlóaljával, fölesküszik az alkotmányra, és tisztességesen végigharcolja horvát származása dacára. Jelasicsa nem kerül szembe szerencsére egyszer sem, de mondjuk 49. május 20-án, amikor megkezdődik a budai vár ostoma, akkor Knézics Károly támadja a várat, az öccse pedig védi a várat, mint a császár király hadsereg egyik tagja. Egy horvát származású úriemberről van szó. Leiningen Westerburg Károly. Ugye magyar neveket mondunk mindig, mert minden nevet magyarosítunk, míg Karl Marxból is Marx Károlyt csináltunk, meg Friedrich Engelsből Engels Frigyes. Nem is tudom, hogy Vladimir Ilics Lenint hogyan lehetne majd magyarra lefordítani, de azt hiszem, ez már elmúlt, ezzel még fogunk foglalkozni valószínűleg. Tehát Leiningen Westerburg Károly egy hesseni, tehát németországi mondhatnánk, echte német grófi család leszármazottja, testvérei, nagybátyai, mindenki a császári hadseregben szolgál. Ugye Hessen nagyhercegség nem egy óriási karrier lehetőséget adó tartomány volt ebben a korszakban. Szinte minden családtagja a császári hadseregben lépett be. Leiningen is az egyik magyarországi sorozású sorgyalog ezrednek lett tisztje, így szolgált 1847-ig, amikor megismerkedett, mert néha közbeszólnak persze a nők, megismerkedett egy nagyon csinos magyar hölgyel, akit feleségül vett, egy délvidéki gazdag nemesi familiáról van szó, feleségül vette, és aztán azt kérte a császári hadbíró, a császári katonai előjáróktól, hogy őt most helyezzék szolgálaton kívüli állapotba, így most a feleségével el akar telepedni, családot akar alapítani, gazdálkodni akar. A katonaság az úgy sincs háború, mondta Leiningen, nincs erre most szükség. 48 nyarán, amikor kitör Magyarországon a szerbfelkelés például, akkor önként jelentkezik Leiningen a magyar nemzetőrségbe, majd honvédségbe. Persze, hogy mondjam, örömmel fogadják a jelentkezését, mert tiszt hiába Magyarországon, kell minden tiszt. De neki őt is, akárcsak Pöltenberget, nagyon sokáig, na azt mondanánk, megfigyelik. A leveleiket fölbontják. Pöltenberg leveleit is, Leiningen leveleit is a feleségéhez, amit rendszeresen ír. És ezt pontosan tudja. Egyik levelében ott van, az aradi véletlenül kötetben benne van itt a levél is, hogy kedves Lizám, ne búsulj azért, mert belül szemben bizalmatlanok, majd rá fognak jönni, hogy hű, szolgálva vagyok ennek a hazának. És végigharcolja a szabadságharcot, és őt is az aradi véletlenek sorába tisztelhetjük. Tehát van már osztrák németünk, horvátunk, birodalmi németünk, vannak örményeink. Ugye a kis Ernő nem kifejezetten örmény név, mondhatnánk, echt a magyar név, de a család örmény származású, örmény gyökerekkel bír, akár csak Lázár Vilmos, a másik aradi véletlenú, aki csak a honvéd ezredes volt és nem volt tábornok, de mivel önálló hadosztályt vezényelt, őt is bevették ebbe a sorba nagy bánatát. Mindenketten örmény származásúak. Aztán van nagyon sok magyarországi sváb, Aulich Lajos, Svejdeli József például, de magyarországi német sváb gyökerekkel bírnak, szinte valamennyien. És akkor elérkeztünk a mai hősünkhöz, Damenics Jánoshoz, akinek szintén nagyon kevés köze van a magyarsághoz, hiszen ő meg született szerb, mind apja, anyja, minden őse echte szerb származású volt. A délvidéken, a mai Horvátország területén Stazán született, nem túl szívderítő ez a kép, ez a szülőháza, de legalább megvan, mondhatnánk. És talán lesz rá valamikor remény, hogy ez a szülőházat majd felújítják. Nem biztos, hogy Damjanics emlékháznak, mert ugye, hogyha megnézzük a szerb történetírást,
Tamjanić nem nemzeti hős, hanem a szerbek nagy ellensége és nagy árulója, mint a mai napig a különböző szerb munkákban. Ha megemlítik egyáltalán, akkor így említik meg. Itt született 1804-ben, 1804 decemberében, mint mondtam, egy katona család tagjaként. Apja a császári király ezredes, nagyapja a császári király nyomorú tábornok volt, tehát megvoltak a katona hősök szinte minden oldalon. Ő 16 évesen belépett a császári hadseregbe hadapródnak, holott papnak szánták. Ezt leírja több levelében, hogy ő egy vékony csenevész gyerek volt. Hát a képből, amit látták az előbb, nem az derült ki, hogy vékony csenevész volt, úgy látszik, hogy sokat gyúrt, utána is megizmosodott. Belépett 16 évesen a császári hadseregbe, szintén egy Magyarországon kiállított sorgyalogezredbe, a 61. Rukavina váró nevét viselő sorgyalogezredbe került, és hát ebben a gyalogezredben szépen hívelt fölfele az ő pályája. Magyarul szinte semmit nem tudott ebben a korban, viszont mégiscsak kialakult valamilyen sajátos viszony a magyar bakák, meg Tamjanić között. Ezt onnan tudjuk, hogy a Degré Alajos neve ismerős, a márciusi ifjak egyike, aki nagyon jó visszaemlékezést írt a márciusi eseményekről, meg 48-ról, meg az emigráns évekről. Degré Alajos visszaemlékezéséből tudjuk, hogy az ő testvére, Degré György, ugyanebben a gyalogezredben szolgált közkatonaként és nem tisztként. És valamikor 1845-ben Veronában állomásozott ez a gyalogezred, most ennek az a két százada, amelyben Tamjanić meg a Degré György szolgált, és volt egy század parancsnokuk, a Rukavina várónak az unokaöccse, egy ilyen német nyegle gróf, osztrák gróf, aki utálta a magyarokat, és minden lehetőséges módon megalázta a magyar bakákat, ahol csak lehetett. Nyilván leírja, hogy sárba kuszatta őket, ez nem nagy kusz, ezt még én is csináltam annak idején a Hódmezővásárhelyen, amikor még a Magyar Népköztársaság az volt, ugye igen, annak katonája voltam, de mondjuk ezt, ha naponta csinálják az ember, akkor nem veszi túlságosan jó néven. És egy alkalommal a sorakozó után, amikor Rukavina váró, az ifjú Rukavina nekiállt szidni a magyarokat, és mindenféle tisztulnak elmondta őket, akkor Degré nemes egyszerűséggel kilépett a sorból, fogta a puskáját, és a puskatussal kezdte ütni az ezred, a század parancsnokát. Na most ez ugye olyan katonai védség, ami minimum főben járó. És a Verona utcáin egy sajátos, hogy minden bika vízának lehetünk a szemtanúi, de hát Rukavi nem tehet, más menekült a Degré elől, elkezdett futni, pedig futott utána, és amikor néha utolérte, akkor jó nagyot húzott a puskatussal. Hadbíróság elé váltották, nyilvánvalóan, mert ezért főbelövés áll ebben a korban, fejjel való megverése, ez olyan katonai védség, amire nincsen semmilyen mentség. Tamjanić is bekerült a hadbíróságba, és a tárgyalás előtti napon fölkereste a börtönbe Degré Györgyet, és mondta neki, hogy figyelj öreg, egy dolgot jól jegyez meg, bármit kérdeznek, csak egy dolgot válaszolj, nem emlékszel sem. Elég buta a kifogás mondhatnánk, de azt mondta, hogy jó, hát hogyha ezt kell, akkor ezt fogom mondani. Másnap a hadbírósági tárgyaláson Degré minden kérdés, azt mondta, hogy elnézést, nem emlékszem semmire. Hát mindenki mondta, ez kizárt dolog, csóválták a fejüket, behívták az ezredorvost, hogy hát lehetséges-e ez. Aki mondta, hogy hát nem tartja valószínűnek, ekkor fölállt a hadbírósági, és azt mondta, hogy ez valószínű, mert Degré előző este, bocsánat, aznap reggel, kiszökött a szárnyából, mondhatnánk, az ezred körletéből, és Veronában olasz ifjakkal reggelizett. Ugye Észak-Itáliában vagyunk, ahol a császári hadsereg megszálló haderőnek számít, és 1840-es években vagyunk a olasz nemzeti évben és a Risorgimento korszakában. És minden bizonnyal, mondta Tamjanić, az olasz ifjak meg akarták mérgezni ezt a katonát, őt hiába magyar származású, a császári hadsereget képviselte. De valószínűleg kevés mérget tettek az italába. És nem halt bele, de elmeháborodott lett átmenetileg. Megkérdezték az orvostok, hogy ez lehetséges-e. Na most ebben a korban is még vérvétel, meg mindenféle génvizsgálat, vagy nem tudom milyen egyébkütyük. Mondta az orvos, hogy hát ha így történt, akkor lesz lehetséges, minden további nélkül.
Ezek után Degé megúszta 6 nap Áristommal, ugye főbelövés helyett kapott 6 napot, és amikor kiszabadult, elment a Mönicskhoz megköszönni neki az életmentő ötletet. És ha hihetünk Degré visszaemlékezésének, akkor Damjanics azt mondta neki, hogy de legalább jól megverted azt a büdös németet. Ugye ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget ennek a mondatnak, nyilván nem így hangzott el egyébként. Mert ugye senki nem vette föl magnetofonra, senki nem írta le akkor, de a lényege valami hasonló lehetett. Tehát egy szerb származású, császári királyi százados, megment a biztos haláltól, a főbelövéstől egy magyar bakát. Lehet, hogy csak a katonai becsület, nem tudom, fogalmam sincs. De ez a mondat, hogy legalább jól megérted ezt a nyampat németet, az azt mutatja, hogy hát benne is volt valami, ami erőteljesen kötötte őt ehhez a társasághoz, amelynek a tisztje volt. Ez az első jele annak, ez az első jel arra, hogy Damjanicsnak lesz, vagy kezd kialakulni valamifajta nem magyarság tudata, de valamifajta kötődés a magyarsághoz. Ezt tudjuk onnan is, hogy 1846-47-ben kevés társával együtt már olvassák a Pesti Hírlapot. Ez már nem a Kossuth Pesti Hírlap a 40-es évek elején, de a Pesti Hírlap ugye a korabeli ellenzéknek, 40-es évek ellenzékének egy meghatározó sajtóorgánuma, habár ekkor már meglehetősen unalmas, mert Ötvös, meg a Trefort, meg a Csengeri szerkesztik, és ők ilyen elméleti cikkeket szoktak gyártani mindig alkotmányozáson, meg egyebekről, amit nehezen emész meg a Plex, de mégiscsak az ellenzék szócsöve ez alap. A következő fontos esemény az ő életében 1847, amikor megházasodik. Édesanyja temetésére jött haza, és ekkor ismerkedett meg Csernovics Emiliával, egy szintén délvidéki származású, nevében is benne van, Csernovics Emilia egyenesági leszármazottja annak a Csernovics Arzénnak, vagy Arsenye Csernojevicsnek, aki 1690-es években a nagy szerb bevándorlás élén jött Magyarországra, 200 ezer szerb élén. Egy gazdag délvidéki bánsági familiáról van szó. Egyébként távoli rokonságban állnak ők, távoli rokonságban álltak a Damjanics familiával. És ha belegondolnak, ez egy tényleg egy izgalmas szerelem és házasság, mert úgy ez a kép még 1847-es, amikor Damjanics császári királyi, ugye látszik a kézelőjén, a manzsettára mondhatnánk, századosi rangot visel, és ekkor még meglehetősen karcsú. Vagy lehet, hogy csak fűzőt viselt, tudja a fene, bár ebben a korban a fűzőt a férfiak nem igen szoktak még viselni, a duhatos korszakában egyre többen. És ha megnézzük Csernovics Emiliát, hát mondjuk a Damjanicshoz hasonló méretű hölgy ebben a korszakban, hát ő sem egy ilyen filigrán, anorexiás kis hölgy, hanem egy olyan termetes, aki ráadásul azzal büszkélkedhet, hogy tudom már a harmadik X-en, és ugye ebben a korban 30 éves korára nem ment férjhez, az többnyire pártában maradt. Emiliának szerencsére megadatott az, hogy jött egy Damjanics János, és ez a két méretes ember egy gyönyörű szerelmet élt meg. Ezt onnan tudjuk, a kísérőben fogok még erről beszélni, mert fönnmaradt a levelezésük 1848 áprilisa és júniusa között, amikor Damjanicsot elvezényelték Észak-Itáliába. És szinte két naponta írtak egymásnak levelet. A Damjanicsi megmaradtak, az Emiliái sajnos nem. Hát ez volt a következő állomás az ő életében, amikor mondhatjuk, hogy még egy szállal elkezdett kötődni Magyarországhoz és a magyarsághoz. 1848 tavaszán, 48 januárjától Damjanicsot visszahelyezték az Ezred törzséhez Temesvárra. Na most itt éli meg a márciusi napokat, a magyar forradalmat. Nyilván erről valami keveset tudnak, mert eléggé izolálják a katonatiszteket ebben a korban, hogy ne sok információhoz jussanak. Történik viszont egy eset, amit viszont pontosan tudunk, és nagyjából lefolyását is pontosan ismerjük, nem úgy, mint ennek a Degré Györgyféle történetnek. 1848. március utolsó napján, vagy április 1-én, Temesváron a temesvári hadosztály parancsnoka, Julius Jakob von Hajnagu tábornok beront a tisztek pihenőszobájába, ahol a szolgálat előtt üldögélnek, nyilván kávéznak, beszélgetnek, meg katyárkáznak,
És égtelen németséggel elkezdi szidni a magyarokat. Mindenfajta kutyáknak, betyároknak, Kossuth kutyáknak, alávaló nemzetnek, meg gyáváknak titulálja őket. A kiváltó oka nagyon egyszerű. Ugye március végén vagyunk, ekkor vannak éppen születőben az áprilisi törvények, a majdani áprilisi törvények. És a tisztek attól félnek, a császári királyi hadsereg főtisztjei attól félnek, hogy a Magyarországgyűlés hoz meg valamilyen törvényt arról is, hogy önálló magyar hadsereg lesz. Vagyis megbomlik a császári hadsereg egysége. Már pedig tudjuk jól, hogy a Habsburg államot igazából ezt tartja össze. A hadsereg, a közigazgatás, ami ugye szintén udvarhű, illetve hát a maga a család. És félnek attól, hogy ha a hadsereg egysége megbomlik, akkor az állam egy nagyon fontos tartópillére kezd el inogni, és veszélybe kerül a monarchia épsége is. És ezen hangzatos veszekedések vagy káromlások nyomán fölemelkedik Damjanics, ez ekkor nagyjából 193 centi már, és kb. 130-140 kiló, tehát egy méretes ember, óriási szakáll már ekkor. Odaáll hajnok elé, aki szintén nem alacsony növésű, de hozzá képest ugye egy cérna vékony ember, és azt mondja, hogy kikérem magamnak, tábornok úr, hogy jelenlétemben a magyarokat és annak legjobbjait gyalázni merészelje. Nyilván megint nem szó szerint így hangzik el, de az eset nagyon pontosan rekonstruálható, mert beszámoltak róla többen is. És akkor hajnok fölteszi egy obligált kérdés, hogy de hát kapitány úr, maga mi jut a magyar, maga szebb számozású. És azt mondja Damjanics, hogy azóta tábornok úr, mióta tudom, hogy aki Magyarországon született, az köteles ennek az országnak a politikáját, politikusait és alkotmányát védeni, és legjobbjait megvédeni. Megint nem valami magyarság tudat ez, ugye? 19. század közepének nemzetiségi politikája Magyarországon arra irányul, hogy a jog kiterjesztéssel próbáljuk majd meg a kisebbségeket asszimilálni. Nagyjából ennek az ideológiának felel meg az, amit Damjanics is elmondott. Tehát, aki Magyarországon született, nyilván nem magyar, mert ő lehet szerb, lehet horvát, lehet sváb, lehet ruszin, lehet bárki más, de aki itt született, az kötődik ehhez a territóriumhoz, és az köteles ennek az országnak az alkotmányát, törvényeit és legjobbjait megvédelmezni. A büntetés nem marad el, ugye másnap már csomagolhat, amelyik is mehet Észak-Itáliába, ezredének a harcoló alakulataihoz. Most miért? Ugye mondhatnánk, egy katona számára ez nem olyan nagy baj, mert egy katona életeleme a háború. Ugye békét utálják, mert a háborúban lehet előmenetet szerezni, dicsőséget szerezni, és valamifajta rangot szerezni. Hát számára ugye ez azért szomorú, mert előtte alig 5 hónappal esküdtek örök hűséget Csernovics Emiliával, itt kell hagyni a feleségét, és elmenni Észak-Itáliába. Tudjuk egyébként, hogy Észak-Itáliába ő örömmel megy. És itt van a levelezés. És nagyon szép leveleket írnak egymásnak, és nekem ez az ember azért megható, és azért az egyik kedvenc tábornok, ma lehet ilyet mondani, mert itt van egy 190-valahány centis csúcskorában, a 140 kilós úriember, ezt lehet tudni a katonai lajstromok, hogy minden éve, minden tisztetre írnak, hogy hány kiló, milyen magas, milyen nyelven beszél, milyen káros szenvedélye van. Tehát van egy ilyen szolgálati lapja, ami pontosan megvan. Innen tudjuk, hogy volt ő 140 kiló is a fénykorában. És ez az ember a feleségéhez írt egy gyönyörű szép szerelmes leveleinek a tanúsága szerint még az anyósát is szereti. Tehát nem valami fajta ellenséges viszony van közöttük, a mamáról mindig külön megemlékezik. Drága mamának csókolom a kezeit, ígérem neki, hogy amint hazamegy egy drága Emilián, leghőbb vágyam lesz téged megoltalmazni, és jönnek a gyönyörű szép sorok. Na most, ezt szoktam mindig mondani, hogy lehet persze, hogy ő is egy számító úriember volt, hogy Damjanics, mint minden délvidéki ember, szereti a jófajta borokat. És a Csernovics családnál Aradon a pince kulcsa, az mindig a mama kötény zsebében volt. Hát lehet, hogy ebben a határtalan anyós iránti elkötelezett szemléletben van némi önérdek is, hogy a mama azért emlékezzen meg róla, és amikor kell majd a héderrel vagy a lopóval fölhozni kis bort a pincéből, akkor ne álljon ellent, ezt vesz-e humornak is rossz, vagy nem tudom jó-e. De tényleg egy felemelő az a levelezés, amit a feleségével folytat, mert
Majd kiderül, hogy ezeknek az embereknek volt, szóval volt arcuk. Már belegondolnak 48-49 tábornoki karába, de akár Kossuth Lajosnak is. Ezek olyan héroszok, ugye? Tudjuk, hogy mikor, mit csináltak, mennyire voltak hősök, hogy álltak ellent, merre vágtattak, de igazából az emberi arcukat nem ismerjük, mert magánlevél nagyon kevés maradt fent tőlük. Hogy mit érezhettek? Hogy élték meg a mindennapjaikat? Hogy éreztek? És ennek az embernek nagyon sok magánlevele fennmaradt, tehát kezd, ki lehet rajzolni valamifajta emberi arcot most a katonatiszti habitus mellé, ami azt gondolom, hogy hiteles is. Elvezélik őt tehát Észak-Itáliába, és viszont az esetről, mint mondtam, beszámol Vukovics Sebő későbbi kormánybiztos, aki itt van Temesváron, tudósítást kapnak erről a Pesti Hírlap és a Jelenkor szerkesztői, és külön levél érkezik Klauzál Gáborhoz és Szemere Bertalanhoz, a Batthyány kormány két miniszteréhez. Tehát a több beszámoló jön a délvidékről, és mind-mind leírja az esetet. És mindenki azt írja, hogy ebben a helyzetben a kormány tekintse kötelességének, hogy minél hamarabb megmentsük ezt az embert, vezényeltessük haza Észak-Itáliából, és a szerveződő magyar nemzetőrségbe, mint kiképző tiszt, fantasztikusan jó lesz majd. Mint mondtam, Damjan is imád egyébként Észak-Itáliában lenni, nagyon szeret háborúzni, részt vesz 48 májusában a Santa Luciai csatában, ahonnan fantasztikus jelentést ír a feleségének, hogy megverték az olaszokat. Ugye ez megint izgalmas kérdés. A magyarok, akik éppen forgalmat csináltak és alkotmányos átalakulást generáltak, Észak-Itáliában levelik, hozzájárulnak ahhoz, hogy Ausztria leverje a Lombardiában és Velencében kitölt forradalmat. Ugye itt egy nagyon izgalmas képzett társítás, hogy most akkor egy szabadságáért küzdő, alkotmányos szabadságáért küzdő nemzet, a magyar, segítkezett nyújt Ausztriának az olasz szabadság harc leveréséhez. Ugye ez izgalmasnak tűnik, de egy dolgot ne felejtsünk el. Észak-Itáliában nem csak egy alkotmányos átalakulásért folyó küzdelem zajlik, tehát nem csak egy lombard-lencei felkelés, hanem ebben beavatkozott egy mini észak-itáliai állam, a Szápiemonti Királyság. És Viktor Károly Albert királynak az volt a célja, hogy Lombardia és Velence felszabadítása után egyesítse ezt a territóriumot, és létrehozza Észak-Itália politikai egységét. A későbbi olasz egységmozgalom nagyjából innen indult volna ki, amely majd az 50-es évek végén fog elindulni. Itt tehát van egy külső támadás, és ugye a magyar-osztrák, magyar-habsburg együttélésnek 1722 óta van egy alaptörvénye, ez a pragmatika szankció, amely kimondja, hogy Magyarország minden birodalmat ért külső támadás esetén köteles katonai segítséget nyújtani Ausztriának, a dinasztiának az állam megvédéséhez. Itt tehát külső támadás éri Ausztriát, és ez bennünket törvény kötelez el. Mellesleg a 48-as áprilisi törvények is ugye külön kihangsúlyozzák, hogy Magyarország és Ausztria kapcsolata az alkotmányos átalakulás után is megmarad a pragmatika szankció talaján. Ezt egy olyan biztos pontnak tekintjük, amit nem lehet megkérdőjelezni. A 67-es kiegyezésünket majd szintén ugyanerre a pragmatika szankcióra fogjuk ráépíteni. Tehát Damjanics nagy örömmel vesz részt ebben a háborúban. Május végén Ferenc József, az ifjú főherceg meglátogatja a harcoló alakulatokat. Damjanics elragadtatással ír Ferenc Józsefről, a fiatal, tehetséges, jóképű, aki végre nem egy trotli ember, mint az uralkodó, hanem egy jóképű, fiatal, a katonákkal szót értő főhercegről van szó, és hát imádattal beszél róla, hogy na ilyen ember kéne az állam élére. Hát tudjuk, hogy nem előbb-utóbb be fog következni, de nem fogja beváltani majd Damjanics, hogy mondjam, igényeit Ferenc József uralkodásával. Itt vagyunk tehát Észak-Itáliában, és valóban a Batthyány kormány 48 április elejétől mindent megtesz annak érdekében, hogy hazavezényeljék Damjanicsot. Ezt el kell érni a bécsi hadügyminisztériumnál, tehát István Nádor, Mészáros Lázár hadügyminiszter, Batthyány miniszterelnök egyfajtában bombázzák a bécsi hadügyminisztériumot, meg a bécsi kormányt
Damjanics érdekében. Ugye van egy hasonló esetünk, Mészáros Lázár, honvéd, ekkor mi császári királyi ezredes, az egyik Észak-Itáliában harcoló huszár ezred parancsnokaként szintén részt vesz a háborúban, és amikor Batthyány kinézi őt miniszternek, ugyanúgy elindul egy hosszú levelezés annak érdekében, hogy Mészárost is engedjék haza, hogy átvegye a magyar kormányon belül a miniszteri tárcáját. Na ez végül június végére sikerül, és június végén Damjanicsot hazavezélik Magyarországra, ismét nem, hogy ez törvényes, tehát nem, hogy nem hazaszökik, hanem az uralkodó engedélyével, István Nádor és a magyar kormány felterjesztésére megkapja az engedélyt, hogy hazatérjen Magyarországra. Június végén vagyunk, ugye ekkor már Magyarországon elkezdődött az önálló magyar haderő fölállítása. Ez mondhatjuk nyugodtan, hogy törvénytelen, mert ez nincs benne az áprilisi törvényekben. Hát igen, csak hogy az áprilisi törvények azt mondták ki, hogy Magyarország elfogadja a közös védelmet, de a Magyarországon állomásozó császári király hadseregnek kötelessége lenne Magyarországot megvédeni minden lázadástól és minden belső problémától. 48. májusában viszont, amikor kitör a szent felekelés, azt látjuk, hogy a délvidéken, Bácskában, Bánságban állomásozó császári király alakulatok nemhogy a Batthyány kormány oldalára állnának, ami a kötelességük lenne, hanem támogatják a szent felekelést, sőt nem egy tiszt, nem egy alakulat által a szerbek oldalára konkrétan. A kormány tehát abban a helyzetbe kerül, hogyha meg akarja védeni a törvényeit, akkor olyan eszközt kell igénybe venni, aminek a megteremtése alkotmány ellenes, de erre rá van kényszerítve. És ekkor kezdik el szervezni az első 10 honvédzászló aljat. Június közepére az első 9-nek megvan a teljes tisztikara. Érdekes, hogy a 10. honvéd, tehát a 3. honvédzászló alj élére, a 10-ből az egyiknek az élére, nem neveznek ki parancsnokot. Ezt függőben hagyja. És amikor június végén megérkezik Damjanics, és jelenik ez egy Batthyánynál, meg Kossuthnál, másnap megjelenik a kinevezése, hogy őt nevezték ki a Szegeden alakuló 3. honvéd zászlóalj parancsnokára, tehát nyilvánvalóan első perctől kezdve őt ide szemelték ki, hogyha hazahozzák, ennek az élre fogják kinevezni. Ez miért érdekes? Hát azért, mert ez a honvéd zászlóalj, amint megalakul, azonnal elindul a délvidékre a szerb felekelés ellen harcolni. Tehát Damjanics, mint szerb származású, immár magyar honvéd őrnagy, a Szegeden alakuló honvéd zászlóalj élén, a délvidéken, a Bánságban fog harcolni a szerb felkelőkkel szemben. Ez megint izgalmas, és megint nagyon sok beszámoló szól erről, hogy a zászlóalj, ugye alapvetően ez egy értelmiségi zászlóalj Szegeden. Ugye Damjanics csak Ténta és segnyalóknak nevezte őket, szép magyarsággal, vagy a téntanyarú prókátorok. Nagyon sok értelmiségi van közöttük, Szeged, Csongrád, Bihar környékéről. Amikor megérkezik ide Damjanics, még nincs meg a honvéd tiszti egyenruhája, hanem a régi császári király uniformisban van. És őt is bizalmatlanul fogadják. Nem a kormányzat, a kormány tudja, hogy megbízható, hanem a legénységi állomány. És több későbbi visszaemlékezésben benne van, meg egy korabeli jelentésben is, hogy hát a legénység jó néhány tagja nem egyszer a Verbászi háza előtt, vagy szállása előtt elvonulván, vagy elmenvén hangos árulót kiáltott, meg szerb bérencet. És egyik alkalommal augusztus közepén, ezt pontosan ismerjük szintén, két baka fölkereste lakásán Damjanicsot, és nyíltan felszólították, hogy azonnal hagyja itt a honvédzászlóaljat, ők nem bíznak benne, és mi lesz, ha nem hagyom itt, kérdezte Damjanics. Akkor biztos lehet őrnagy úr, hogy az első csatában a golyót hátulról fogja kapni. Ez elég egyértelmű, hogy mondjam, utasítás vagy utalás arra, hogy akkor majd mi teszünk arról, hogy már az első csatát se érje meg őrnagy úr. Most erre Damjanics válasza pontosan tudjuk, nagyon egyszerű volt. Azt a Hülshoff nevű, nem magyar származású, nyilván bakát, aki az illuszt is mondott, elmondta, úgy pofon csapta, hogy kirepült az ajtón, a társa megfordult és megpróbált eliszkolni, őt meg az ülepén találta úgy rugni, hogy követte Hülshoff bárót a nagy repülésben.
Aztán fölfogyakasztatta az ászlóalját, végigment a sorok között, és nagyon szép beszámolok erről, és azt mondta, hogy na, akkor most mondják a szemembe, hogy áruló vagyok, és akkor nagyon sokan mondták, hogy igen, mi nem bízunk őrnagy úrban, mert nyilván rácokkal cimborál, éjszaka összejátszik velük, egyébként is császári uniformisban van. Nyilván mindenkit nem lehet megverni, gondolta Tamjanics, akkor jobb a békét van, hogy megteremteni, és akkor azt mondta a zászlóaljának, hogy fiúk, egy dolgot kérek tőletek, adjatok lehetőséget a bizonyításra. Mert az első csata után kiderül, hogy megbízható vagyok, vagy nem vagyok megbízható. És azt látjuk, hogy szeptember közepétől a délvidéken, a bánságban azok a csaták és ütközetek, amelyek magyar győzelemmel végződtek, azokban mind-mind ott van Tamjanics. Aki a csatákban tanúsított szakértelme, ugye itt nem a hősiességről van szó, egy csatában a zászlóalj parancsnoknak nem az a dolga, hogy elől rohanjon a bakák élén. Hát akkor lelövik és nem lesz parancsnok. Parancsnok nélkül meg semmit nem ér a hadsereg. A parancsnoknak az a dolga, hogy minél inkább megvédje a zászlóalját a felesleges veszteségektől. Ha tehát elkezdik lőni ágyúval ugye az éppen négyszögben álló zászlóaljat, víz is ugye vigye őket olyan helyre, ahol kívül esnek az ágyuk tűztávolságán. Csata közben olyan parancsokat kell adni, amelyek valóban arra szolgálnak, hogy az ellenséget a legérzékenyebb ponton lehessen megtámadni. Ott van ismétem Damjanics minden jelentős csatában, és ezekben a csatákban tanúsított szakértelme, bátorsága és megbízhatósága tökéletes módon meggyőzi a vakákat arról, hogy megbízható. Az egyik legjellemzőbb eset a 48. december 13-ai híres jarkováci csata, a híres jarkováci éj. Ugye Damjanics zászlóval, jelenleg két zászlóval jarkováci településre szállásoltatott be éjszaka, és a szerbek feltűnő szívélyességgel fogadták a magyarokat. Hozták a bort, a élelmiszer, itattak minden vakát, amennyit akartak, és ez Tamjanics, aki nyilván ismerte a saját fajtáját, gyanús lett. És éjszaka 3-4 bakával személyesen álltak őrt. És nem csalódtak, mert éjszaka ugye jöttek a szerb martalócok, meg a szerb fölkelők, és le akartak mindenkit gyilkolni. És ennek köszönhető Tamjanicsnak, meg ennek a 3-4 ébren tartott őrszemnek, akik maguknál voltak, és pontosan tudták, hogy mi a teendő, hogy egy igen nagy veszteséggel járó közelharcban, de sikerült kimenteni minden zászlóaljat Jarkovácról, és sikerült megverni a szerbeket. Ennek az éjszakának az emlékére a szegedi honvéd zászlóalj minden tagja, minden vakája fehér tollat tűzött a csákúja mellé, vagy a sapkája mellé, fehér kakastollat. Mondom, hogy a kakaskorékolása volt az, amely fölébezette őket, és így tudtak ellenállni a szerbeknek. Tehát kialakul egy igen komoly bizalom zászlóalj és parancsnok között. Ennek az egyik próbája egyébként, amiről beszéltem legutóbb önöknek, amikor megérkezik ide Rózsa Sándor híres lovas csapata. Ez a 150 fős betyár különítmény, akit Tamjanics hadosztályába osztanak be, ekkor már nem zászlóalj, hanem hadosztályparancsnok. És ő az, akinek ezt a martalóc társaságot féken kellene. Én élek a gyanúperrel, hogy az az ezeresi büntető expedíció, amire kiküldte a Sándorékat, az nem a véletlen műve volt, hanem egy tudatos cselekmény, tudatos parancs volt, hogy ezt a települést meg kell büntetni, és ő számított arra, hogy ezt Rózsa Sándorék fogják elkövetni, abból nem babasimogatás lesz, hanem kőkemény megtorlás, de ő ezt föl is vállalta. Ennek nyomán kerül összeütközésbe a délvidéki erők ekkor ideiglenes parancsnokával, Fetter Antal altábornaggyal, aki nyilván nehezményezi, hogy Tamjanics ilyen meggondolatlan lépésre szánta el magát, és hát mondjam, a hadsereghez méltatlan cselekedeteket követett el Rózsa Sándor szabadcsapata. December végéig tehát a délvidéken, a bánságban harcolt Tamjanics. Január közepén azonban, és ugye előbb már talán valamikor hallottak önök is, a kormány, mikor átköltözik Debrecenbe, döntenek arról, hogy Magyarország különböző területein állomásozó csapatokat össze kell gyűjteni a Tisza mögé, nagyjából Tokaji Szolnok közé,
És itt egy olyan erő összpontosítást kell létrehozni, amivel majd a tavaszi hagyjátot el lehet indítani. Tehát föl kell adni a Bánságot, a Bácskát, Észak-Magyarországot, a Murakőzt, minden területet, Damenés csapatait is kivezélni a Bánságból, és így érkezik föl Törökszent Miklós Szolnok környékére. Mielőtt azonban elindul, egy hosszú levelet ír, és ez megint hál' Istennek megmaradt. Levelet ír a délvidéki szerb csapatok főparancsnokának, Knisanin tábornoknak, aki két héttel korábban a szerb vajda halála után vette át a csapatok parancsnokságát. Megmaradt a levél, hál' Istennek, publikált a levél. Miről szól ez? Damjan is tudatja Knisaninnal, hogy a magyarok most elhagyják a délvidéket, és arra kéri, hogy az itt maradt polgári lakosságon semmilyen sérelem ne essék. Mert ez háború, írja Damjan is. A háborúban katonák állnak katonákkal szemben. Ez a hadsereg dolga. Méltatlan és embertelen, hogyha a katonák a civil lakosságon állnak hosszút. Ez egyik. A másik legalább ennyire izgalmas a megjegyzés a Damjanisnek pedig az, hogy egyébként pedig gondolkozzanak el a szervek azon, hogy vajon jó oldalon állnak. Vajon, hogyha ezt a háborút Magyarország el is veszti, vajon a szervek megkapják-e azokat az alkotmányos jogokat Ausztriától, amelyeket 48 tavaszán a magyar kormány. A biztosításáért, mert ez az alkotmányos állapot az, amelyben a szerbek is igen komoly alkotmányos jogokhoz jutottak 48 tavaszától. Ne felejtsék el, nincsen szerb jobbágy, ugye a szerbek megkapták a választójogot is, mert a választó cenzushoz van kötve, minden olyan egyéni szabadságjog, polgári szabadságjog, ami a magyarok számára megadatott, az megadatott a szerbek, horvátok, románok és mindenki számára. És Damjanin csak azt mondja, hogy a szerbeknek itt lenne a helyük a magyarok oldalán, és nem velünk szemben. Ami ismét még egyszer azt mutatja, hogy van egy nagyon komoly politikai fejlődés is ennek az embernek a gondolkodásában. A délvidékről ugye felérkezik, mint mondtam, Törökszent Miklós Szolnok környékére, és a tavaszi hadjárat szinte minden jelentős csatájában, ütközetében azt kell mondjuk, ő az, aki a legnagyobb érdemeket szerzi. A híres március 5-i szolnoki ütközet, ott látjuk az indulház mellett, és kép jobb oldalán, amint lován ül, kezét szokásosan csipőjére teszi, és nézi a távolban a katonáit, és parancsokat osztogat. De ott van ugye a tavaszi hadjárat egyéb csatáiban is, ez a tápjú, ez az isaszegi április 6-ai, amint éppen Görgeivel, az a fekete csákós, fekete ruhás úriember ott Görgei, beszélik meg a csata egyik legkritikusabb szakaszában az, hogy mit is kellene csinálni. 49 januárjától Damjanis honvéd tábornok lesz, és annak a híres harmadik hadtestnek a parancsnoka, amelyben ott szolgálnak a szegediek, és ott szolgálnak ugye a vörös sipkások is, a híres kassai 9. honvéd zászlóval. A tavaszi hadjárat alatt abban a szerencsében van része, hogy a legtöbb alkalommal ő saját maga tud cselekedni. Ugye, április 4-én Tápióbicskénél, 6-án Isaszegnél, 10-én Vácnál, 19-én Nagycsallónál a csata egyes momentumait saját maga irányítja és saját maga vezéli. De nagyon sokan a későbbiekben Görgei személyre vetették azt, hogy ő volt a főparancsnok. Miért volt az, a tavaszi hadjárat csatái közül nagyon sokan nem volt személyesen. És Görgei azt írja, hogy a visszaemlékezéseiben is, de leírtam 49 májusában is, hogy ő, mint fővezér, lehetőséget akar adni a hadtest parancsnokainak,
hogy képességeiket mérjék fel a csaták alatt. Tudnak-e dönteni? Ugye egy hadtörténész, tudós hadtörténész azt mondja, hogy egy jó hadvezér legfontosabb képessége az, hogy mer dönteni, és vállalja a döntés következményeit. Tud alkalmazkodni a döntéseihez is, És Görgei úgy gondolta, hogy a hadtest parancsnokainak meg kell adni a lehetőséget, hogy bizonyítsák be rátermettségüket. Mert mi van akkor, ha a fővezért kilövik? Ugye erre példa szokott lenni. Ha a fővezér megsebesül, valakinek át kell venni a helyét. Ha nincs olyan képzett rátermett tábornok, aki már kipróbálta magát a háború alatt, akkor nincs, aki helyettesítse őt. És Görgei ezt a lehetőséget meg akarta adni minden tábornokának. A tavaszi hadjárat végén ugye megalakul a Szemmede kormány május elején, és Görgei lesz a kormány hadügyminiszter. Viszont mi nincs vége a háborúnak, ezért rábeszéli Damjanicsot, hogy ő, aki nagy organizátor, tud szervezni, menjen Debrecenbe, és ideiglenesen helyettesítse őt a hadügyminiszteri poszt ellátásában, mert az ő erélyessége, felkészültsége, amint Damjanicsé, alkalmasra teszi őt arra, hogy jó szervező erővel bírva újabb és újabb alakulatokat állítsanak majd ki. Történik azonban egy kellemetlen epizód. Április 29-én Damjanics el akar búcsúzni hadtestének katonáitól, és egy magánkocsin lovaival föl akarja őket keresni, de a komáromi vár Sánc árkába beborul a szekere, a bal lába beszorul a küllők közé, és ripítjára törik a bal lába. Tehát kiesik a szolgálatból. Komáromba akarják tartani, hogy itt gyógyítsák, de az orvos azt mondja, hogy Komárom levegője nem tesz jót a gyógyulásnak, ezért utazom el onnan. Ha Komáromon maradt volna, akkor nyilván nem lett volna aradi vértanú, mert a többi komáromi várőrrel együtt bennevelet kapott volna, és akkor most nem, mint aradi vértanúra emlékeznénk Damjanics Jánosra. Először Pestre hozzák, majd leviszik Arad várába, azért, mert július közepén, ugye amikor a szabadság az már a vége felé közeledik, és nyilvánvaló, hogy a délvidéken valahol Szeged környékén lesz az erőösszpontosítás, Arad várát is biztosítani kell, és kinevezik Kossuth őt Arad várának főfelügyelőjévé. Nem parancsnokává, a vár parancsnoka egy Perczel Miklós nevű úriember, Perczel Múl neve bizonyára ismerős önök előtt, és a szabadság az legöntörvényűbb, legkrakélrebb honvédtábornokáról van. Szóval mindig a saját fejem után ment, az ő öccse az aradi vár parancsnoka, és amikor Damjanics megérkezik, szemrevételezi a vár állapotát, illetve hát azt a készletet, élelmiszer készletet, ami föl van itt halmozva, és megállapítja, hogy sajnos a szalonnát rosszul tárolják, és avas, a bor minősége rossz, tehát hogy a vár parancsnoka nem tett meg sok mindent az ügy érdekében, ezért önhatalmul a Perczel Miklóst becsukja a börtönbe. Egyébként is Damjanics a szabadságharc alatt akivel csak lehet összeveszett. Tehát nem egy békés, természetű emberről van szó. A délvidéken, mint mondtam, összeveszett Fetter Antallal, ugye Rózsa Sándor ugye miért. 49. januárjában összeveszett Gál Miklós aradi hadtest parancsnokkal, összevesztek a várostromlásán. Damjanics szerint Gál Miklós nem tett meg mindent a vár sikeres ostroma érdekében. 49. márciusában Szolnoknál összevesztett Vécsei Károly honvédtábornokkal, aki szerinte elkésett a szolnoki csatából, ezért neki kellett mind a két oldalról óriási veszteséget elszenvedve a csatát megvívni. 49. áprilisában összeveszett Nagy Sándor József lovassági tisztel, aki szerinte, mint Damjanics szerint, Nagy Sándor a tápióbicskei győzelem után nem arra üldözte az ellenséget, amerre az menekült, hanem más irányt nézett ki magának. És akivel csak lehetett, ez a pacák mindenkivel összeveszett, de nem azért, mert valami összeférhetetlen természet volt, hanem nagyon pontosan lehet látni, hogy ő mindig az ügyet tartotta szemben. Szerintem valaki nem tett meg mindent az ügy sikere érdekében, akkor annak minden további nélkül neki ment, fölvállalva mindenfajta konfliktust egyértelműen. Tehát lemegy Aradra,
perccel Miklós azonnal bezárja a börtönbe, itt éri a világosi fegyverletétel, és augusztus 17-én ő is átadja Arad várát nem az osztrákoknak, hanem kizárólag az oroszoknak. Kijelentette, hogy csak az oroszok előtt hajlandó letenni ő is a fegyvert, hogyha ez nem következhet be, akkor fölrobbantja az aradi várat a helyőrséggel, meg magával együtt. Ez nyilván ugyanolyan, hogy mondjam, mondat, mint a emlékeztek a kishercegre, a Mickiewicz regényre, ugye ott is a várvédő, ott ő fő is robbantja magát, azt hiszem, ugye, hogy hívják ezt a kis bajszos, bocsánat, öreg szerepettem, eszembe jut a neve, elnézést. De leteszi a fegyvert, és ott lesz az aradi vértanúk között. Különböző könyvekben, mind a mai napig, meg ilyen irodalmi összeállításoknál majdnem mindig felolvassák az aradi vértanúk utolsó mondatait. Ha kérhetném, ezeket felejtsük el. Ezek nem utolsó mondatok, ezeket nagyjából 1892-93-ban Kacián Géza találta ki, hogy valamit adjon a vértanúk száján. Nagyjából két mondatot tudom biztosan. Az egyik a Pöltenbergé, aki azt mondta október 6-án, mikor meglátta a tábornok társait, hogy szép kis deputáció megy most a Jóistenhez, a magyar ügyéért közbejár. Ez a biztos. Na ott a forrás. Minden más, amit ilyen utolsó mondatokként szoktunk idézni, az nagyjából a 90-es évek terméke. Itt vagyunk tehát, és megint egy legenda kapcsolódik Damjanich kivégzéséhez is, amelyet 1896-ban írtak le először. Mondom ön, és önök is hallották már ezt, mert szintén minden ilyen irodalmi összeállítás, könyvfagasztó része szabad lenni. Damjanichot utolsó előttiként akasztották fel, 8-ként akasztották fel. Őnek még lehetősége volt arra, hogy elbúcsúzzon társaitól. Vécsei, akit utolsónak akasztottak, nem volt kitől elbúcsúzni, és a leírás szerint odalépett az előtte fölakasztott Damjanich immár bitófán lógó holttestéhez, letérdelt és megcsókolta a kezét. Annak a Damjanichnak, akinek mondtam, haragosa volt. A 49 márciusától ők hát nem éppen baráti viszonyt ápoltak egymással. Ugye Vécseinek ott is kellett hagyni a saját hadtestét, ezt megkapta Damjanich. És nagyon későbbiekben ugye ebből ráadásul főleg Neves Kőti István, akik érted haltak világ szabadja cím munkájában, ugye nagy legendát kerített, hogy a magyar gróf, Vécsei gróf, megcsókolja a szerb paraszt származású honvédtábornok kezét. Ugye? Ebből a magyar szerb az igaz, meg a gróf, amit láttuk, Damjanich minden csak nem paraszt származik, ugye egy jól menő katona dinasztia leszármazottja. De ezt megelőző is már az első világháború előtt a 10-es években Barta Antal összeállításában azt olvashatjuk, hogy ugye ennek a kiescsuknak van jelentősége, mert ebből az első világháború előtt tanulhatnának a Magyarországon élő kisebbségek, hogy hogyan kell viszonyulni a magyar hősiességhez és a magyar bátorsághoz. Tehát van egy legenda, amely ismétlem az 1890-es években született. A kivégzéseknél ugye ott vannak a papok. Négy minorita szerzetes, egy református, egy ortodox, meg az aradi várklátlán. A kivégzések után szinte minden pap leírja a jelenetet. Legelőször egy Sulyánszky Eusztrák nevű minorita pap, aki az aradi minorita rendház könyvébe írja meg október 8-án a kivégzés menetét. Szó nincs benne kiescsukról. Nem pedig, hogyha lett volna, ugye ez egy olyan könyvfagasztó jelenet, hogy mindenki megírta volna. Bardóth Sándor, református, tiszteletes, négy nappal később Leiningen feleségének ír hosszú levelet a kivégzésről. Szó nincs benne kiescsukról. És Kacián Géza 1890-es években, mikor megírja a történetet, ő azt írja, Bardóth Sándortól, keresztapámtól hallottam a történet részleteit. Ugye nyilvánvalóan itt csúsztatásról van szó, de ez is egy olyan legenda, amely nagyon erőteljesen kapcsolódik, én azt gondolom, Damjanichhoz, meg az aradi vértanúkhoz. Az aradi Ereklye Múzeumban szerencsére megmaradt nagyon sok relikvia Damjanichtól. Ugye 1880-as évek végén az Aradi Kölcsei Egyesület elhatározta, hogy létrehoznak egy olyan múzeumot, egy olyan összeállítást,
ami az aradi vértanúknak állít emléket, tehát személyes tárgyakat, leveleket, egyebeket gyűjtenek össze, aztán ez kibővült nem csak az aradi vértanúkhoz, hanem úgy általában 48-49-es relikviákat gyűjtöttek. És a 80-as évek végétől pontosan tudjuk, hogyha megnézzük az aradi hírmondót, minden október elején ott van a beszámoló, ahogy Csernovics Emília úrnő, Damjanics János özvegye ezt meg ezt ajánlotta föl az Ereke Múzeum számára. De nyomon lehet követni, hogy melyek azok a tárgyak, amelyek garantáltan Damjanicshoz kötődnek, ugye így a karosszéke, a pecsétnyomója, a szabjája, és itt van az az ima, aminek a létezését ezelőtt 10 évig mindenki kétségbe vonta. Utolsó éjszaka Damjanics egy nagyon szép imát írt a feleségének. Mindenség ura, hozzád fohászkodom, feleségének, meg a Jóistenhez írta, ments meg az én szerencsétlen hazámat, engesztel ki a uralkodó szívét, hazám, nemzetem, feleségem iránt. És megvan ennek az imának, hál' Istennek, amikor 10-valahány éve az aradi Ereke Múzeum anyagát feldolgoztuk, hogy előkerült egy ládából, német nyelvű, nem magyar, mert Damjanics minden levelét németül írta, ugye magyarul beszélt a feleségével otthon, a beszélgetés nyelve, ezt pontosan tudjuk Csernovics Emília lánytestvérétől, Csernovics Larától, az ő naplójából, hogy a családnak a beszélgetés nyelve magyar volt, de amikor Damjanics bármit írt, németül írta. Hát ez ugye olyan, mint Széchenyi István is a naplóját németül írta, mert van egy nyelv, amin az ember Széchenyi beszélt magyarul, tökéletesen írt magyarul, de mégis az a nyelv, amin a legotthonosabban mozgott, minden bizonyan a német volt, mert az ember a naplóját tekinti a legmélyebb önvallomásnak, és az önvallomás az, amit azon a nyelven írunk, amelyen a legjobban tudjuk kifejezni magunkat. Tehát nagyon sok emléktárgy megmaradt, hál' Istennek, Damjanicsról. Az aradi Ereke Múzeum birtokába erre katalógus készült, és Damjanics emlékét is nagyon sok minden őrzi, mint mondtam Magyarországon. Ugye ez a szolnoki Damjanics szobor, amely a két világháború között emeltetett, Damjanics induló született, érdemes a YouTube-on előbányászni, semmi különleges. A Radetzky induló valamilyen patogósabb, mint ez, de ez legalább Damjanics Jánosnak állít emléke. Egy adósságunk mindenképpen van még, azt gondolom. Az aradi vértanúkról megjelentek már különböző albumok. Katona Tamás összeállításában egy forrásgyűjtemény, de hogyha jól megnézzük, a 13 aradi vértanúk közül alig van olyan, akinek mondjuk úgy komplett értrajza megszületett volna. Ez egy nehéz vállalkozás ugyanakkor, mert a 48 előtti életükről nagyon keveset tudunk. Pontosan azért, mert a császári királyi hadseregben szolgáltak, nagyon kevés levél maradt fenn utánuk, nem is igen írtak levelet egyébként. Amit tudunk róluk, az a szabadságharc alatti tevékenység. Nagyon nehezen lehet összeállítani egy komplett életrajzot, de azt hiszem, hogy erre muszáj törekednünk, mert megérdemli ez a 13, 16 vagy 17 ember, hogy tudományos igényű, ugyanakkor a közlek, tehát a történelmi iránt érdeklődő közemberek számára is olvasható monográfiák, életrajzok fülessenek róluk. Mert hiszen, ha minden évben megemlékezünk róluk, akkor valóban jó lenne, hogyha történelmileg is hiteles forrásokat tudnánk a megemlékező műsorokban használni, és mondjuk nem ilyen később reált utolsó mondatokat, vagy legendákat. Tehát a legendák azt gondolom nagyon szépek. Ugye talán a betyárokkal kapcsolatban is elmondtam, hogy a legendárium az köl, mert egy gyereknek a legendákat lehet mesélni 4-5-6-7 éves korában. De amikor fölnövünk, akkor nem már, ha tudjuk, hogy mi a történelem, és mi a legendárium. A legenda az arra szolgál, hogy megszerettessük, elfogadtassuk, a történelem meg arra, hogy megértsük és megértessük a múltunkat. Én azt hiszem, hogy már így is túlbeszéltem magam, Jánosra vállapodtunk meg, hogy nagyjából 1 óra, 1 óra 10 perc, ezt kimerítettem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten meghallgattak. Ha bármilyen kérdésük van, most is
itt vagyok, Damjanovicsal kapcsolatban, Aradiakkal kapcsolatban, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hol temették el őket? Ugye, akiket fővelőttek a négy golyó által kivégzett, ők az Aradi vár Sánc árkában. Tehát a kivégzés helyén ástak egy normális sírgödböt, és akkor belehelyezték őket. Tehát ott, ahol kivégezték őket. Az akasztottakat szintén, hogyha most járnak kint Aradon, ami állandó emlékmű, az az 1881-ben fölállított obeliszk. Ott szerintem most voltak, amikor voltak kint Aradon. Az a hosszú obeliszk, amely a 81-ben állítatott, és 1900, ez állandó emlékmű. Na most ettől a Maros felé nagyjából egy olyan 300 méterre volt az akasztások színhelye. Onnan tudjuk, hogy az 1930-as években volt egy nagy árvíz, amely csontokat mosott ki a Maros partjától nem messze, és ekkor sikerült azonosítani a kivégzések helyszínén azokat, akiket oda temettek el. Mert volt, akit nem ott temettek el. Ugye ebben a korban, a Damjanovics holttestét, Csernovics Péter, aki kormánybiztos volt 48-ban, akik szintén elfogtak, uradalmi tisztjei segítségével megvásároltatta. Ugye a hóhér a császári hadseregben egy alulfizetett ember volt. Ugye a hóhérnak nem volt túl nagy a presztízse, és úgy próbált plusz jövedelemre szert tenni, hogy a kivégzések után eladta a holttesteket, ami egy szabály ellenes volt egyébként. A Damjanovics holttestét Csernovics Péternek a Mácsai birtokára vitték el, és 1974-ig a Damjanovics holtteste a Csernovics család Mácsai birtokán nyugodott. 74-ben a 125. évfordulóra minden holttest, minden földi maradványt, ami ismer volt, összegyűjtöttek, és ennek az obelisznek a talapzatába helyezték el. 13 vértanú közül 11 itt nyugszik, Dezsőfi Arisztin nem, ő felső Magyarország felvidéken, Szlovákiába, Margonyán, Dezsőfi család kriptájában nyugszik, meg kísérnő, ő meg lent a délvidéken, az Eleméri katolikus templom kriptájában, de a másik 11 holttest, az itt holttest, földi maradvány az itt van. Mint mondtam, valakit megvették Damjanovicsot és Lánert, őket Mácsára vitték el még október 9-én, Vécsei holttestét 1849. novemberében titokban kiásatta a felesége, akkor nem a hóhért kell megpénzelni, hanem az aradi vámőröket, hogy ne nézzenek oda, hogy épp akkotoláztak a vásáncárkába. Őt az aradi köztemetőbe temették el. Leiningen holttestét megvette a saját családja, a saját felesége és a hozzátartozói. Kinek a holtteste nem volt még itt? Úgy mondtam, Dezsőfi. Dezsőfit 1850. februárjában a család megbízásából a kivégzés helyszínén kiásották, de akkor már annyira felismerhetetlen volt, ahol fölismerhetetlen voltak a maradványok, hogy nehezen lehetett azonosítani. Másrészt ugye az aradi vár parancsnok nem engedte, hogy a Dezsőfi földi maradványait egy koporsóval Aradról Margonya, ugye vigyék Magyarországon. Ez háromba fűrészelték, és ilyen kis ládába csomagolták be, úgy vitték fel Margonyára, ahol az özvegye egy kihúzott fognak a helyével azonosította, hogy az jó holttestéről van szó. Tehát mondom, most mindenki ott van Aradon, 13-ból 11, de ezt megelőzően hát nagyon sokan a Magyarország különböző helyein, nem Magyarország, bocsánat, a délvidék különböző helyein voltak eltemetve. Tulajdonképpen egyetlen vértanú van, aki magyar földben nyugszik, ez Lenkei János, aki ugye nem aradi vértanú, szigorúan vesszük, mert őt a testvére, Lenkei Károly a kiegyezés után hazahozatta Magyarországra, és Arad Egerbe szülővárosába, az egri kisasszony temetőben van eltemetve. De Magyarország területén egyetlen aradi vértanúnak a maradványai sincsenek. Az nincs meg. Azt mondtam, hogy az abszolút nincsen meg. A többit azt mondom, volt, amikor a Maros áradás következtében, tehát sikerült beazonosítani a kivégzések helyét, mert a sírba, az akasztófával együtt temették el őket, ruhástól. Tehát voltak, megmaradtak a gombok,
1930-ban, tehát több 90 éve vagyunk a kivérések után, nyilván már csak a csontok maradtak meg, azoknak is csak egy része, de hogy mondjam, a román hatóságok tiszteletére mondjuk, hogy nagyon tisztességes exhumálás volt, és amit lehetett, sikerült beazonosítani, nem akadályozták az antropológusok munkáját. Lehet tudni, hogy miért ítéltek 4 embert golyóállítani, ha is 9-et kötélállítani? Igen, ugye Hajnaú mindenkit kötélállítani halálra ítélt. Ez volt az általános. Ami ebben a korban ugye megalázó, mert kötél általi halálra köztörvényes bűnözőket, gyilkosokat, lótolvajokat, meg egyebeket. A katonákat a golyó és lőhart halálra ítélt, tehát kivégzik őket. Ugye ketten azért kaptak kegyelmet, Dezsőfi és Lázár Vilmos, mert ők az osztrákok előtt tették le a fegyvert. Tehát nem világosnak tették le a többivel együtt, hanem ők az osztrákok előtt kapituláltak. Ráadásul Dezsőfi Arisztid a fegyver letétel után ki akart menekülni az országból, el akarta hagyni Magyarországot, Törökország felé indult, emigrálni akart, mint most és a többiek. De utolérte egy gyerekkori barátja, a császári hadseregben szolgáló Liechtenstein báró, aki azt mondta neki, hogy hát nem menekül ki az országból. Dezsőfi mellesleg 49. július 6-án nősült meg, tehát a szabadság az utolsó hónapjában. Pesten ekkor vette el Szinnyei Merse Emmát, Szinnyei Merse Pálnak egy rokonát, a festőnek egy rokonát. És a templomból kilépve, a belvárosi templomból kilépve, a boldogító igen kimondás után fölült a lóra, és elment Gyöngyös mellé Turára megvívni a turai lovas csatát. Tehát még mondjuk ugye a Nász éjszakát sem hálták el, bocsánat, hogy ugye, tehát nem hálták el a házasságot, hogy fogalmazzák ebben a korszakban. És azt mondta Liechtenstein, hogy ne menekülj ki, nyilván kapsz egy büntetést, de nem fognak kivégezni, leülsz pár évet, itthon maradt, és akkor a feleséget nyugodtan éltek, békés öregkor megéltek. Én majd közben járok az érdekében, mondta Liechtenstein. Ez meg is történt, de Hajnaú nem volt hajlandó, és ismétlem csak arra, hogy ne felakasszák, hanem főbelőjék. Kis Ernő azért kapott kegyelmet, mert ő érdemben a császári hadsereggel szemben sehol nem harcolt. Kis Ernő a délvidéken harcolt a szerbek ellen. 49. január elejétől, mikor a délvidékről a magyar hadsereg kivonult, akkor pont Damjanich volt az, aki leváltatta Kis Ernőt a hadtest éléről, mert szerintem nem volt odavaló, nem értett ehhez a munkához. Ekkor kinevezték őt Magyarország fő hadparancsnokává. Ez egy ilyen postahivatal volt szerintem, de a legmagasabb rangot megkapta, és nagyon tisztességesen végigcsinálta Kis Ernő a szabadságharcot, de ismétlem nem harcolt a császári hadsereggel szemben. Svejdor József a negyedik, akinek ugyanez volt a mentsége, hogy ő sem harcolt sohasem a császári alakulatok ellen, csak a délvidéken, illetve 48. decemberétől a kormány mindenkori székhelyének volt a katonai parancsnoka, ugye ez egy ilyen civil választás, tehát soha nem került össze tűzsibe a császári hadsereggel, ez a 4 ember ezért kapott kegyelmet. És ugye tudjuk, hogy erre ítélték Batthyány Lajost is kötélállítani halálra, csak ő ezt úgy úszta meg, már elnézést a kifejezésről, utolsó este a felesége, ez is Antónia, egy-egy papírvágó kis kést becsempészett a férjének, amikor már tudták, hogy mi van a Batthyányira, és Batthyány éjszaka megpróbálta ezzel elmetszeni az ütő elét, a nyakán meg a csuklóján. Egyik sem sikerült, ez egy kis tollkészszerűség volt, ugye, tehát nem egy szobába kést vittek be a börtönbe, mert el kellett dugni egy kis tollkést, és olyan vérveszteséget szenvedett Batthyány, hogy meg olyan sebb volt a nyakán, hogy embertelenség lett volna felakasztani. Ezért a kivégzést végző tiszt önhatalmulag döntött arra, hogy nem fölakasztják, hanem főbelülik, amilyen aztán persze meg is kapta Hajnaútól a kellő elmarasztalást, hogy ez nem indok arra, hogy főbelüljük valakit, föl kell volna lóvatni, tök mindegy, hogy milyen sebb van a nyakán. Ez volt a négy indok, mindenki mást akasztották Kormai Norbertet is, akasztották Kazinczy Lajost is,
haukot is akasztották, és Lenkeire is ez vált volna, hogyha be nem következik ez a sajátos elmeháborodás az ő életében.